Talán amiben legnagyobbat léptük előre, az az, hogy azért számos infrastruktúra fejlesztés befejeződött, és így valóban azért a klubok száma, tehát a sportolási lehetőség száma országosan jelentősen növekedett, viszont ezzel ellentétben van is egy hátrány, hogy még mindig nem érhető el országosan ez a sport. Tehát, hogy több helyszínen elérhető, ugyan mint 3-4-5 éve, de még mindig gyakorlatilag tucatnyi megyében egyáltalán nincsen jégpálya vagy érdemi jégkorong. Mai vendégünk Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. Témánk a magyar jégkorong jövője, hosszú távú stratégiája, ezen belül is jól működő területekről és fejlesztendő pontokról beszélgettünk. Ez itt a Gólpassz, a PVC Magyarország podcastje sportgazdasági kérdésekről, a sport hátországáról, a sportvilágának igazi katalizátorairól. 2017 óta vezetett főtitkárként a szövetséget. Kezdetekkor egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy főtitkárként úgy fogok tekinteni erre a szervezetre, amit MIS-nek hívunk, mint egy szolgáltató szövetség. Ez a szolgáltató szövetség szerep szerinted miként valósult meg, mi az, amiben tudtatok a kluboknak segíteni? Ki tudnál emelni az elmúlt évekből egy-két fő példát? Igen, hát 2010-ben azért eléggé más világ volt a sportot is, más közeg vette körül, hogyha úgy nézzük, akkor még nem volt TAO plafon, nem volt járványhelyzet, egy egészen más közegben dolgoztunk. De a szövetség számos szervezettségénél tudtunk professzionalizáltabb munkavégzésre átállni. Ez azt jelenti, hogy igyekeztünk jó pár dolgot automatikusabbá tenni, hogy versenyirodai rendszerrel, versenybírósági rendszerrel fejlesztettünk magán a 4000 mérkőzés lebonyolító versenyrendszerünkön, illetve a profi klubok esetében is elég nagyot tudtunk előlépni abban, hogy biztosítottunk számukra olyan fejlesztéseket a csarnokokban, amelyek azt gondolom, hogy a nézői élményt fokozzák és közelebb hozzák a sport élvezetét a magához, a fizető nézőhöz. Mint jégpálya rekonstrukciós program, ezzel elég sokat foglalkoztunk. Tudsz mondani egy-két példát ezekre a fejlesztésekre a nézői élmény érdekében? Igen, hát például ma már természetes az, hogyha az ember elmegy egy csarnokba, akár az Újpest csarnokára gondolunk, vagy akár a Tüskébe, vagy máshova, hogy jó minőségű LED kivetítőkön tudja követni az eseményeket, az, hogy a hangosítás az érthető, hogy mit mond a speaker, lehet érteni, hogy kilőtte a gólt, vagy hogy milyen kerítés történt éppen a jégen. Ezek olyan dolgok, amik nem voltak korábban, mert számos helyen egyébként időközben ügyfél wifi-t is kiépítettünk, tehát a szövetség biztosított forrást ahhoz, illetve magát a kiépítést, hogy a nézők azok egyébként föl tudjanak csatlakozni. Ma már elvileg triviális lehetne, hogy 4G-vel meg 5G-vel, hogy tud az ember telefonon internetezni, viszont hogyha egy 2-3 ezer fő egyszerre egy helyen igyekszik ezeket a hálózatokat használni, akkor már a szolgáltás biztonsága az jó az, hogyha van egy fixen telepített széles sáv. Például ez is ilyen jellegű volt. Tavaly évben elindult a korong stratégia felülvizsgálata. Mi volt ennek a munkának a célja, és hogy látod az elkövetkezendő években, mik lehetnek a legnagyobb kihívások a magyar jégkorong életben, amire ez a stratégia választatva? Hát az előző stratégiának a széles körű társadalmi egyeztetése 16 őszén telén befejeződött, és 17 februárban fogadták el. Hát időszerű volt 2 évvel ezelőtt elkezden azon gondolkodni, hogy bár az időtartama még a további évekre kiterjedt, tehát előre mutató volt, mint 3 év, de hogy időszerű egy ilyen időközi frissítést csinálni. Úgyhogy ezen több mint egy évet dolgoztunk, és közel 100 szakember bevonásával, interjúsorozatok, mély interjúk, külföldi szakemberrel, akár a saját nyelvükön folytatott interjúk és workshopok útján igyekeztünk minél több információhoz jutni, pontosan azért, hogy megállapítsuk, hogy mi is az a bázis, amire építhetünk, illetve hát a céljainkat is alapvetően felül kellett bírálni, vagy felül kellett vizsgálni, amiket 16-ban magunk elé tűztünk. Aktuálisak-e azok, még szorulnak-e módosításra, esetleg teljesen más szempontok is bejöttek. Mik voltak azok a fő területek, amikben a legnagyobb változás történt, a legnagyobb kihívások, amire választ kell adni? Melyek ezek?
Hát ami egyértelműen óriási kihívással elítja az utánpótlás rendszereinket, az a TAO rendszernek a változás, hogy az alapvetően azért az látszik, hogy mindenki berendezkedett arra, hogy létezik egy olyan forrás, ami viszonylag könnyen hozzáférhető, és ráadásul létszámarányosan növekvő mértékben. Ugyanakkor az elmúlt évek változásai, tehát a plafon bevezetése, sőt annak a tavaly decemberi csökkentése rámutatott arra, hogy ez a rendszer így nem fenntartható, hiszen ez a tendencia váratlan, ha csak stagnál is, már akkor is egy komoly gátat húz előttünk. Viszont hogyha még tovább csökken ez a keret, akkor új források bevonása lesz szükséges már a szint fenntartásához is. Abban az időben, amikor 16-ban, 17-ben stratégiával foglalkoztunk, akkor körülbelül 4800 igazolt sportolónk volt, most 8700-ban ennek a szezonnak a végén, tehát a Covid ellenére ez a szám növekedett tavalyhoz képest, és ezeket a regisztrált sportolókat ki kell valahogy szolgálni. Létesítményekben, megfelelő edzőkkel, jégidővel, felszereléssel, és ez egy óriási pénzigényt jelent. Úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy miként tudunk alkalmazkodni ez a helyzethez úgy, hogy a színvonalat azt tovább tudjuk fejleszteni. Jól értem, hogy csökkenő tagkeret, csökkenő forrás, viszont egyre több kiszolgálandó sportoló jellemzi most a rendszert. Igen, illetve nagyon komoly szakadék húzódhat klubok és települések között is abban, hogy hogyan férnek hozzá az ottani gyerekek vagy sportolók a magához a sportolási lehetőséghez, és az önmagába determinálja azt, hogy milyen szintig fognak tudni később eljutni. Tehát ez még egy nagy kihívás, hogy valahogy azt elérni, hogy minél többen megmutathassák magukat, és kiderülhessen az, hogy ők nagyon szeretnek jégkorongozni, de sose lesznek olyan magas szintű játékosok, vagy megvan bennük az a plusz elkötelezettség is, és adott esetben akármilyen nagyívű karrier is állhat előttük. Ha ezt nem tudják megmutatni, sose fog kiderülni, úgyhogy ehhez kell lehetőséget biztosítani számukra. A stratégia felülvizsgálat során említetted a 100 szakértőnek a bevonását, workshopok, különböző vizsgálatokat. A magyar jégkorongon belül mi az, ami már most is jól működik, és mi az, ahol a legégetőbb szükség van az előrelépésre? Mondanál kérlek két-két példát? Talán amiben legnagyobbat léptük előre az, hogy azért számos infrastruktúra fejlesztés befejeződött, és így valóban azért a klubok száma, tehát a sportolási lehetőség száma országosan jelentősen növekedett, viszont ezzel ellentétben van is egy hátrány, hogy még mindig nem érhető el országosan ez a sport. Tehát, hogy több helyszínen elérhető ugyan, mint 3-4-5 éve, de még mindig gyakorlatilag tucatnyi megyében egyáltalán nincsen jégpálya vagy érdemi jégkorong. Amiben sikerült még előrelépni az, hogy tudatosabban kezeljük a szurkolókat, nézőket, magukat, a stakeholdereit a szövetségnek, illetve magának a jégkorongnak. Ebben azt gondolom, hogy maga az, hogy létezik például marketing és kommunikációs szabályzat mondjuk a liga csapatok fele, amiben egységességre törekszünk, és arra, hogy úgy tudjunk fellépni, hogy az a néző bármelyik helyszíne megy el, nagyjából azonos körülményeket találjon, az szerintem egy nagy előrelépés volt ebben az időben. De a másik oldalon is van egy komolyabb elmaradás, az, hogy ha nem lehet átállítani a csapatok beállítottságát arra, hogy ezeket a nézőket valóban tartósan is jól ki akarják szolgálni, akkor minden ilyen törekvés lényegében kudarcba fullad, és arra van ítélve, hogy elhajjon. Az a helyzet, hogy ebben a sportmodellben ezek a sportvállalkozások nincsenek jelen állás szerint olyan mértékben kiszolgáltatva a szurkoló igényeknek, ahogy az arra ösztönözni őket, hogy ezeket valóban törekedjenek kiszolgálni, és ez egy strukturális probléma. Tehát elmondhatjuk ugye azt akkor, hogy az utánpótlás és a szurkolók kiszolgálása talán ez a két kulcs terület, amiben fejlődést látunk. Egy picit visszakanyarodva az utánpótláshoz, említetted a több mint 8000 igazolt sportolót. Az, hogy ők megmutathassák magukat, mint igazi jégkorongozók, annak a kulcsa az infrastruktúrában rejlik, vagy van más terület is, amihez szükséges? Hát az a helyzet, hogy aki jégkorongozni szeretne, az alapvetően ugye beszorul a pályákra. Tehát ezt a sportot, ezt alapvetően természetes helyszíneken egyre ritkábban lehet űzni, ami azt jelenti, hogy szükségképpen ki van szolgáltatva a lelkes rajongó, vagy a lelkes kezdő annak, hogy hol is van jégpálya. Hát ez önmagában egy olyan gát, ami,
ami például mondjuk egy futballnál vagy kosárlabdánál sokkal kevésbé jelenik meg, hiszen akár az ember a strandon tud például röplabdázni és labdát dobálni a vízben, akkor tulajdonképpen vízilabdát valósít meg, még ha nem is versenyszabályok szerint. De jégkorongozni alapvetően azért ez egy olyan tevékenység, amihez szükség van a magára a csarnokra, aminek az elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése az egy hatalmas költségtétel ebben a klímában, ami nekünk van. Itt azért évi több 10 millió, vagy akár 100 milliós nagyságrendről beszéltünk. Tehát ez mindenképpen egy gát, vagy egy átugorandó probléma, a másik pedig az, hogy ki az a szakember, aki foglalkozik velük. Most az a helyzet, hogy ebben azért látszik egyfajta elmozdulás, hiszen a Tessenyősi Egyetemen is minden évben indulsz a edzői képzés, jégkorong edzők képzésére. A szövetségnek is vannak ezt kiegészítő programjai, vagy ezt segítő programjai, illetve ahogy a piramis egyre szélesebb szintjei öregszenek ki a rendszerből, most ezt így kicsit furcsán hangozhat, de hogy azok, akik a TAU időszak elején kezdtek el jégkorongozni, lassan ugye fiatal felnőttekké válnak, ezek között lesznek olyanok, akik nem lesznek profi sportolók, viszont teljesen lelkesen részt tudnak venni az utánpótlás képzésben, és így tud szélesedni az edzői bázis. Ugye ezek olyan sportolók, akik akár 10-15 éve jégpályákra járnak, tudják, hogy megy egy edzés, tudják, mit kell csinálni bemelegítésnél, kiválóan korcsolyáznak, a bot technikájuk valószínűleg nagyon jó, meg teljesen jó ahhoz, hogy 8-10 éves gyerekeket tanítsanak. Tehát azt gondolom, hogy ebbe tulajdonképpen a rendszer ki tudja magát odaforni, hogy pályát mutathasson azoknak a sportolóknak, akiknek nem konkrét profi sportolói karrier a jövőképük, hanem valamilyen más karrierpálya, ami mellett mondjuk tudnak lenni amatőr jégkorongedzők, vagy néhány korosztályt el tudnak vinni egy kis klubnál. Egy utolsó kérdés erejéig az utánpótlás fejlesztésnél maradva. Említetted azokat, akik nem a profi karrier irányába indulnak el. Mi van azokkal, akik a profi karrier felé törnek? Tavaly évvégén jelentette be a sportkormányzat az államilag akkreditált akadémiai rendszer kiterjesztését a jégkorong sportágra is. Hogy látod, ez milyen lehetőséget biztosíthat a sportnak? Hát kicsit messzebbről kezdve azt láttuk, hogy mindig voltak olyan tehetséges fiatalok nálunk is, tehát a hazai programokban, akik feszegették a kereteket. Viszont a TAO logika és a TAO működés az nem tette közvetlenül azt lehetővé, hogy ők ki tudjanak teljesedni, és ezért légiósokká váltak, akár már kora gyerekkorukban, tehát akár 10 évesen adapszódom, ugye Pap Kristóf 10 éves kora óta él az Egyesült Államokban, de többen 12-14 évesen már elmentek más országoknak a magasabb szintű bajnokságaiba játszani. Egyébként óriási anyagi áldozatot hozva ennek az oltáren. Ez azt jelenti, hogy azért alapvetően a rendszer kitermelt olyan sportolókat, akik szerettek volna messzebbre jutni és tovább jutni, viszont a TAO rendszerben ez nem annyira támogatható, vagy nem olyan egyszerű, hiszen a sok gyerekre jár a sok pénz, a sok pénzből lehet fenntartani a csarnokot, tehát egy-egy gyerekre nem fog annyi idő jutni. Ezt a folyamatot mi segítettük egyébként egy ösztöndíjrendszernek a működtetésével is, ez már évek óta megy, és pont a tavalyi évben már közel 50 pályázat érkezett, és 22 sportolót, ha jól emlékszem, tudtunk támogatni abban, hogy másik ligába, tehát kiköltözzön és ott játszon. Ez azt gondolom egy óriási előlépés, akkor ebben 10-10 főben nem is volt sokkal több jelentkező, de hogy 10-et tudtuk mindig támogatni. Sőt, most már vannak olyanok, akik az adott országban mondjuk másod-harmad vonalban, tehát utánpótlás másod-harmad vonalában mennek el. Tehát vannak olyanok, akik bár Svédországban mennek jégkorongozni, vagy Kanadába, de olyan szintre azon az országon belül, amit már nem tudunk támogatni, mert mondjuk nem annyival magasabb szint adott esetben, mint ami itt elérhető, vagy nem akkora ugrás jelent. És ebben hoz óriási paradigmaváltást ez az akadémiai rendszer, amire utaltál. Látjuk, hogy az állami sportakadémiák rendszere az alapvetően a minőségre fókuszál elsősorban. Tehát a célja az ennek a programnak, hogy amiben bízunk benne, hogy legalább néhány, de akár lehet, hogy 7-8 akadémiai helyszínt is kijelöl a kormányzat a jégkorong számára. Szóval, hogy ezek a helyszínek tényleg el tudják választani az elit sportolói képzést az amatőr vagy a tömegsport bázistól.
mind pénzben, mind infrastruktúrában ez meg tud valósulni, hiszen olyan forrásokhoz jutnak azok a szervezetek, akik erre a rangra kerülnek, hogy nem fognak arra rászorulni, hogy óriási létszámnövekedéssel tudjanak plusz forrásokat behozni. Tehát ez egy teljes váltás a működésben ezen szervezetek esetében, ami bizalomgerjesztő, mert valóban a teljesítményre lehet fókuszálni, és a kibocsátásra, és egyéb szempontokat meg ennek alá lehet akkor rendelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy organikus folyamat részint, másrészt meg egy ugrásszerű fejlődés, hogyha valóban ezek a kérdések megtörténnek, és ezt a forrást tényleg meg tudja kapni a jégkorongra. A stratégiai felülvizsgálat során 4 fő stratégiai pillér került kijelölésre. Ezek a fenntarthatóság, az utánpótlás nevelés, az eredményesség és a népszerűség. Ebből az utánpótlást és a népszerűséget említettük már több példán keresztül is, de hogyha a 4 pillér mindegyikéhez kellene egy-egy fontos célkitűzést említeni, akkor melyek lennének ezek a pillérenként? Hát a fenntarthatóságban ez a szétválasztás, amit említettünk, ugye a TAO források szűkülése mellett minél életképesebb bérlői mix létrehozása azokban a csarnokokban, ahol nem csak jégkorong van. Tehát ezt azt gondolom, hogy az már egy illúzió, hogy önmagában a jégkorong el fog tartani hosszú távon egy városi csarnokot. Noha gyereklétszám miatt nem lenne probléma, valószínűleg bárhány gyereket oda tudnak csábítani, viszont hogyha a források ezekhez a gyerekekhez kapcsolódóan szűkülnek, akkor ez kevés lesz. Tehát szükség van az amatőr sportolókra, szükség van a jégtáncosokra, szükség van akár a jégdiszkóra, vagy bármi másra, amire piaci igény van, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a csarnok. Tehát abban azt gondolom, hogy egy komoly változás várható, vagy lehet szükséges. És egyébként, hogyha ezek kinövik a csarnokot, ezek az igénylők, akkor miért lehetne mellette még egy jégfeletet létesíteni, az már fajlagosan nem feltétlenül akkora változás. Utánpótlás, mennyiségi, minőségi növekedés kapcsán? De több mindent említettél már, de igen. Ha valamit ki kéne emelned. Igen, hát ez mindenféleképpen az edzőképzésnek a további fejlesztése az, ami előttünk áll. Itt kialakult egy képzési piramis, amiben különféle szintű és végzettségű edzőknek lehet plusz képességeket, képesítéseket adni. Itt más országokban jól működő modell az, hogy évről évre meg kell újítani úgy a licenszt, hogy pontokat szereznek, előadásokon vesznek részt, nem tudom én, vendégedzéseket tartanak, hasonlók, és ezzel igyekszünk jobban mobilizálni őket. A cél az lenne ebben a helyzetben, vagy az egyik kiemelkedő cél az, hogy bárki, aki tényleg elkötelezett és tehetséges, az valahogy kerüljön térképre a rendszerben, és azt lehessen mondani, hogy igen, akkor ezt a srácot érdemes, hogy ezt a kislányt érdemes jövőre is megnézni, hogy mit fejlődött, hogy meglépte azt a szintet, amit kellett, és adott esetben akkor behívni a válogatott programokba, hiszen a szövetségnek a válogatott programok egy nagyon komoly feladatát és feladatkörét jelentik. Következő pillér az eredményesség. Hát abban bízunk, az a hitünk, hogy ha a válogatott programokban jól válogatunk a sikeresen működő utánpótlásból sportolókat, akkor az eredményesség is ezzel tud jönni. Ez lehet egyébként liga szintű eredményesség, vagy bajnokság szintű eredményesség is, tehát hogy a mi bajnokságunkból nagyobb esélye jussanak ki a tehetségek mondjuk egy külföldi megkeresés alapján egy erősebb bajnokságba, vagy akár az, hogy a maga válogatott miként szerepel a megmérettetéseken. Tehát abban bízunk, hogy ez a piramis ez így fel tud épülni. És a válogatott milyen szintre juthat el? Hát itt mindig az örök csábítás, az a A-csoportbeli tartós szereplés, nem is az ingázás, és persze most nehéz liftező országnak hívni minket, így hogy kettőször jártunk az A-csoportba, és nyilván a többi ország sem tétlenkedett ebben az időben, és fejlesztettek. Persze nyilván az, hogy az a konkrét 22 sportoló, aki a jégre tud lépni a világbajnokságban, és egy-egy meccsen mit produkál, azt rengeteg szempont, meg rengeteg tényező befolyásolja. Nyilván, ha mélyebb a merítési lehetőségünk, akkor nagyobb a realitás annak, hogy újra a csoda vagy csodák történhessenek. Ennek persze jó fokmérője az, hogy az utánpótlásban azok, akik későbbi felnőtt játékosaink lesznek, miként teljesítenek. És abban bízom, hogy ez a piramis, ahogy öregszik, és egy szélesebb bázis
nő föl, egyre nagyobb a valószínűség, hogy olyan sportolóink lesznek, akik előbb-utóbb tényleg az SHL után még egy lépéssel följebb tudnak adott esetben jutni, és olyan ligákba tudnak játszani, amiből válogatottba visszahívva őket, óriási sikereket tudnak elérni. Ennek most a közvetlen realitása, ha csak nem tényleg csodák vagy óriási szerencse útján hatalmas küzdéssel és elkötelezettséggel kivívható eredményekre gondolunk, tehát az nyilván bármikor benne van, és senki nem léphet ellenünk nyugodtan a jégre, mert tényleg nagyon jó meccseket is láttunk, például a Nottinghami olimpiai selejtezőre gondolva tényleg óriási teljesítmény volt, de az, hogy ez organikusan és számíthatóan és erre építhetően bekövetkezzen, az most nem a következő egy-két évnek a távlata. Tehát ez most így látszik az erőfelmérőkből is. Egy pillér maradt a népszerűség. Itt volt egy elejtett mondatod, hogy tucatnyi megyében nincs is jelen a jégkorong. Lehet, hogy talán ez a népszerűségnek az egyik kulcsa? Hát azt látjuk, hogy az elkötelezett szurkolói réteg, akit mi pontosabban maga a jégkorong úgy tekintett, hogy állandóan rendelkezésre áll, és ezek a rajongók, ezek tényleg mindenhova elmennek, ugye van is az a szlogán, hogy elmegyünk bárhová, hogy ez egy adottság, és ez egyáltalán nincs így. Tehát, hogy ezeket a szurkolókat folyamatosan további elkötelezettségre kell ösztökélni, hogy így fogalmazzak, jó eredménnyel, színvonalas játékkal, botránymentesen és megfelelő létesítményekben, jó helyszíneken, megfelelő időpontban rendezett mérkőzéseket, tehát ezzel komponense van ennek, hogy ezek az elkötelezett szurkolók továbbra is jégkorongrajongók legyenek, és csábítsanak másokat is meccsre. Tehát itt az a fő kérdés, hogy miként lehet azt elérni, hogy szélesebb legyen ez a tömegbázis, és ennek van egy ilyen mélységi problémája, tehát hogy vajon azon az adott helyszínen mindenki eljut a meccsekre, akiben bármilyen fajta érdeklődés van, és a másik meg az, hogy el lehet-e vinni máshova is ezeket a meccseket, ahol esetleg új potenciális rajongókat lehet elérni, és akikkel meg lehet szeretetni a jégkorongot. Úgyhogy erre van több törekvésünk ebben ugye ez a második szintű liga, amiről már többször esett szó, amin gondolkodunk. Teljesen világos, hogy ez nem egy önmagában csak egy sportszakmai kérdés, hiszen valószínűleg azok a sportolók, akik mondjuk egyetem mellett lényegesen kisebb edzésszámmal, mint mondjuk egy elitsportoló a ligába, vagy egy külföldi ligába játszó elitsportoló végez, azzal nem biztos, hogy nyitva van az út a maga a liga felé hosszú távon. Viszont ettől még izgalmas mérkőzések lehetnek, lehet helyi érdek benne, lehet az, hogy a helyi egyetem szurkolói, vagy a egyetemi társak kimennek és jól érzik magukat, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy jó irány tud lenni. Ennek a fenntarthatósága persze szintén kérdés, viszont azt látjuk, hogy számos olyan helyszínen, például a Jászberényben, vagy Szegeden, vagy másút az OB2-es meccseken is komoly nézőszám van, és nagy szurkolás van, és lelkes helyi olyan rajongók mennek ki, akiknek ez egy szokásuk, vagy egy kedves időtöltésük, hogy jégkorong meccsre járnak. Miért ne járhatnának ugyanígy Kaposváron, Zalaegerszegen, vagy másút szintén, vagy akár Ajkán, ahol most egy nagyon szép létesítményt adtak át. Ez a stratégia, aminek a négy fő pillérét említettük most. Hogy látod, ennek a stratégiának mi adja a szakmai megalapozottságát? Ugye említetted már, hogy 100 szakértőt vontatok be a munka során. Ez lehet a kulcs, hogy ez egy tényleg szakmailag előremutató stratégia, és érdekeit szolgálja? Igen, a feladatnak a másik fele pedig az volt, hogy megnézni azt, hogy más jégkoronggal foglalkozó szervezetek miként végzik a dolgukat, és ennek keretében több országnak a saját jégkorongos szisztémáját is tanulmányoztuk és felmértük. Például Németországé, vagy Finnország, Svédország, Lettország, Svájc, tehát olyan országokat, ahol jóval előrébb járnak, mint mi, de adott esetben földrajzi kihívások, vagy lakosságszám, vagy vásárlóerő, vagy hasonlók miatt valamilyen szinten összevethetők velünk, vagy legalábbis térbe helyezhető a magyar jégkorong ezen a térképen, és azt megnézni, hogy ők akkor ezekre a kihívásokra hogyan válaszoltak, mit is csináltak, mivel szembesültek, hiszen előrébb járnak a fejlődésben, mint mi, előbb-utóbb ugyanazokat a hibákat is elkövethetnénk, hát miért ne kerüljük el őket.
Hogy ezekből elég sokat lehetett tanulni, és valóban sok probléma hasonló ezekben az országokban, mint nálunk. Nyilván előrébb járnak adott esetben a kezelésükben. Tehát ez volt az egyik plusz szakmai megalapozás. A másik pedig az volt, hogy azért mégis a magyar viszonyokról beszélünk, tehát két másik sportágat részletesen is megvizsgáltunk, hogy ők ugyanebben a rendszerben a magyarországi kihívásokra milyen válaszokat adnak, illetve milyen kihívásokkal küzdenek. És az egyik a kajakkenu volt, ami meglepő lehet, hiszen alapvetően nem egy jégkoronggal összevethető csapatsportról beszélünk, teljesen más a közege és más a világa, de az a meglepő, hogy teljesen hasonló problémákkal küzdenek. Például a legjobb szakmai anyagok ott is angolul keletkeznek, hogyha az edzők nem beszélnek angolul, akkor a legjobb minőségű szakmai anyagokhoz nem férnek egyszerűen hozzá. Tehát hogy is várhatjuk el akkor, hogy fejlődjenek. A másik pedig a kézilabda volt, aminek a magyar női bajnoksága az a világ legjobb női kézilabda bajnoksága, ami azt jelenti, hogy aki csak valamit a női kézilabdában szeretne, az ebben a bajnokságban szeretne játszani, itt tud teltházas meccseken megfelelő fizetésért, jó körülmények között játszani. Hát az is egy nagy kérdés, hogy ők ezt hogyan kezelik, milyen kihívásaik vannak, hogyan kezelik a légiós kérdést, vagy hogyan tudnak teltházas meccseket csinálni folyamatosan. Úgyhogy hát a sportmanship, hogy így fogalmazzak, az azt jelenti, hogy mindenkivel van jó a kapcsolat, és jókat tudtunk beszélgetni, és hát igyekeztünk ezekből is tapasztalatokat leszűrni. Nyilván nem minden alkalmazható közvetlenül a magyar jégkorongra, legyen az külföldi jégkorongos tapasztalat, vagy magyarországi nem jégkorongos, de maguk az irányok, vagy ahogy megfogják a problémát, az nekünk is tanulságos mindenképpen. Úgyhogy abban bízom, hogy ez a három dolog, tehát a saját magunk önvizsgálata, hazai és magyar jégkoronggal foglalkozó külföldi szakemberekkel, a külföldi jégkorong életvizsgálata és a hazai nem jégkorong, ez egy olyan szilárd alapot jelent az új stratégiához, amire tudunk akciókat építeni. És ez a szilárd alap, illetve az akciók, mi az, ami garantálja ezeknek az akcióknak a teljesülését? Tehát hogyan biztosítható, hogy tényleg a stratégiai célok megvalósuljanak? Hát az említett négy pillér mentén gyakorlatilag egy elég részletes akciótervet dolgoztunk ki, amihez a felelősöket, határidőket rendeltünk. Persze ez olyan furcsának tűnt, és ezzel szembesültünk már menet közben is, hogy az teljesen világos, hogy egy TAO forrásból, meg egyéb állami támogatásból működő rendszerben paradigmaváltást csinálni anélkül, hogy ahhoz mondjuk valamilyen plusz forrás érkezzen, vagy valamit egyébként elengedjünk és felszorítsunk erőforrás, hát valószínűleg nem lehet. Tehát, hogy önmagában az, hogy van egy akciótervünk, még nem garancia arra, hogy abból bármi is történik. Tehát, hogy legyünk reálisak, hányszor szembesül azzal egy stratégiaalkotó bármilyen vállalkozásnál, hogy minden nagyon szép le van írva, ott van a fiókban is, nem történt semmi. Tehát nekünk a kihívást az fogja ebbe jelenteni, hogy jól felmérni azt, hogy ha van is plusz forrás, és bízunk benne, hogy lehet valamennyi, akkor mik is azok a témák, amiket adott esetben elengedünk a múltból, és másra fókuszálunk, vagy ha plusz forrással jól tudunk gazdálkodni, akkor mi lehet az ütem, amiben ezek megvalósíthatóak, ezek az akciók. Szóval van olyan, amihez nagyon egyszerű tennivalónk van, szabályzatokat kell módosítani, eddig így csináltuk, ezután úgy kell csinálni. Vagy a versenykiíráson változtatni, vagy az utánpótlásban az amatőr szintet, meg a versenyszintet, meg az akadémiai szintet szétválasztani. Tehát lehetnek ilyen egyszerűnek tűnő intézkedések. De van, amihez további szakemberek kellnek, van, amihez további infrastruktúra kell, hát ez nem fog anélkül menni, hogy ebbe újra investáljunk. Úgyhogy nagy kihívás ez, hogy a maguk az akciók hogy tudnak megvalósulni. Mi a kollégákkal azon dolgozunk, hogy abban az esetben is, hogyha semmilyen plusz forrás nincsen, sőt adott esetben akár csökkenő forrás érhető el a szövetség számára, akkor is valamilyen mértékben pilot projekteken keresztül el tudjunk indulni, ki tudjuk kísérletezni azt, hogy valamelyik akciónk az valóban elvezet ahhoz a célhoz, amit mi szerettünk volna, valamelyik meg esetleg nem volt jól belőve. Nem feltétlenül rögtön akkor országosan, nem feltétlenül rögtön mondjuk egy teljes korosztályba, de meg valahogy próbálra tenni ezeket. Így az interjú végére egy személyes kérdést tettem még félre. Covidot hogy éltétek meg így a jégkorongon belül? Van esetleg valami olyan személyes covidos jégkorongos tapasztalatod, amit megosztanál a hallgatókkal? Hát igen, ez egy
óriási veszőfutás volt kb. Tavaly március közepe óta, amikor végül is először zárt az ország. Nagyon sok szenárióval készültünk már a nyáron, hogy akkor mikor lehet nyitni, mikor lehet pályára menni, hogyan alakul. Szerencsére az eleje egész jól indult, és hát mindenki abba az irányba lögdöste a rendszert, hogy hát nagyon szeretnének játszani. Liga csapatok is, induljunk el, ne várjunk, mire várjunk, úgyis mindig lesz beteg, úgyse lehet megoldani azt, hogy mindenki minden meccsre kiálljon, tehát igyekeztünk olyan szabályokat hozni, amikkel ez a fajta rugalmasság, ez biztosítható volt, és hát ne felejtsük, hogy van három székelyföldi csapat a ligában, akikhez meg kell próbálni kijutni, illetve őnekik meg kell próbálni eljutni a magyarországi meccsekre. Úgyhogy hát személyesen az volt, ami nekem egy ilyen tanulság volt, meg egy izgalmas tapasztalat, hogy nézők nélkül, hogy is zajlik ez, hát ezt mondhatom, hogy borzasztó, tehát ezért is kezdődött az, hogy sok helyen szurkolás zajokat játszottak be hangszóróból, hogy a játékosok teljesen ne veszítsék el a kapcsolatot a rajongókkal, meg a szurkolással. A másik meg az, hogy a szülőknek a kérdése az egy hatalmas munka volt, azt gondolom, hogy azt megértetni, elfogadtatni, hogy az igaziból a sportolóknak az érdeke, hogy nem vegyülnek a szülők és a másik csapatbeli gyerekek egymással a folyosón, és hogy a szülők egész felkészülési időszakban hordják a gyerekeket a jégre, és nyilván szeretnék látni, hogy játszik a meccseken. És ez egy szívfájdító dolog volt, egy több egyeztetés zajlott ez ügyben, hogy lehet mégis megoldani azt, hogy legalább streamen akkor nézhessék azt, hogy mi történik. Hiszen ha a szülő nem akar meccsre járni, és nem akarja hozni a gyereket meccsre, akkor nem tud megvalósulni a hoki sem. Tehát egy olyan fontos stakeholder, annyira számítunk az ő segítségükre, és annyira nem tud nélkülük megvalósulni, hogy ebben a helyzetben ez egy nagyon, nagyon komoly lelki terhet jelentett szerintem minden kollégám számára, hogy ezt a problémát kezeljük. Egyébként én voltam Székelyföldön, elkísértem csapatokat többször is, tehát voltam meccseken, az is nagyon érdekes volt, hogy a csarnokok környékén, ahol éppen nem volt keresítőlelom, akkor egyébként tényleg 10 méterre a csapattól a szurkolók ott igyekeztek egy sör mellett a csapatot bíztatni, és a szünetek alatt pedig, aki bent volt, mint sportszakember, az kiment a szurkolókhoz, és tájékoztatta őket, hogy mi is történik, most amit már mint nyilván az, ami a streamen nem látszik. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, de hát szeretettel fogadtak minket, illetve végül is a székelyföldi csapatok is teljes meccszámot le tudták bonyolítani Magyarországon, úgyhogy végül is ebbe szerencsére nem kellett külön beavatkozni, de ez egy óriási kihívás volt ebben az évben. Ez reméljük, hogy most már lassan vége van. Úgyhogy de élvezhető, nagyon élvezhető volt így is, ami a jégen zajlott, minden más, meg hát bárcsak túl lennénk rajta. Önök a Goalpasst, a PwC Magyarország sportgazdasági témákkal jelentkező podcastjét hallották. Hasonló témákért keressék a pwc.com/hu/sport oldalt, és tartsanak velünk legközelebb is.